Ez az emelet. Hát elég magasan van a föld színétől, tehát az emelet, ami egyébként. Most ez a fal? Annyit mondja, ez a földszín. Igen, elég magasabb. Magas földszín. Értem. A közjező két lépcsőfordulóval még magasabban van, megjegyezte? Az emeleten. Fontosan. Gyorsan tanul. Részlet a közjegyző az emeleten című végjátékból, amit a Pécsi harmadik színházban láthattak a nézők decemberben. Mi a titka a jó végjátéknak? Ezt kérdeztük az ismert színészektől. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert nálunk az író ugyanaz az ember, aki a rendező is, Moravec Levente, aki pontosan koncepcionálisan tudja, hogy személyre írja az adott figurát, pontosan tudja színészként is, tehát nem csak író és rendező, hanem még színész is, tehát tudja, hogy hol fog elcsattanni, tudja, hogy a point hol kell felültetni, hol kell feldobni a labdát, hányszor lehet egy point lecsapni, és természetesen azok a kollégák, akik részt vesznek ebben a közös mágiában, ebben a játék mágiában, amihez csatlakoznak a bemutató napján a nézők is. De örülök, hogy látlak, öcsikém! Én is, de örülök, hogy látlak! Újra együtt, mi? Ja. Jóban, rosszban! Jó, gonoszom, te szebb vagy, mint valaha. Terülök, hogy látlak. Én is örülök, hogy látlak. Hát még a nagybácsám mennyire örülne, hogy látlak. Miért is? Mert maga szegény. Kell hozzá mondjuk egy jó történet. Minimum egy jó humor, ugye akkor még jobb közönség, nagyon jó csapat, és egy nagyon jó rendező. Szerencsére ugye nekünk mindez meg is van, és nem is kell felmenni hozzá az emeletre. Ez az emelet. A földszinten meg ki van írva, hogy közjegyző az emeleten. 10 perccel rohangászom, mint egy Isten vette barométeren a lépcsőházban, semmi másra nem volnék alkalmas. Dobrászki Sándor vagyok! Kis cserkészbe fogja! Dobrászki Sándor, az új segéderő! És bélyegeztetted? Bélyegeztetted. Mindent berendeztél? Mindent, van tévé, beépített hűtő. Tiszta ruha, tiszta pizsoma, fehér nemű, a sokáig bent kell maradni. Egy jó végjátéknak szerintem nagyon-nagyon egyszerű trükkje és titka van. Kell hozzá egy frappáns, nagyon jó sztori, ami ütős, amit szerintem 0-100 éves korig mindenki megért, és természetesen kell hozzá, hogy jó helyen, jó időben azok az emberek együtt tudjanak játszani, és élvezzék, amit csinálnak, és szerintem ez nálunk adott, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a pécsi közönség is rengeteget fog még kacagni ezen igazán humoros történeten. Azon én meghalt! Igen! Igen! Nem! Azon igen! Azon már nem lehet segíteni, hanem magán! Drága barátom is, hogyha rám szavadsz, és megnyerem a választást, akkor én segíteni is fogok. Ki az a Jóska? Aki meghalt! Nagyon sokat segítettél! Legjobb barátom! Nekem! A legjobb! Értem! Mi lesz most velem nélküle? Azt nem tudom csak. Az a helyzet, hogy mi így még személyesen nem ismerjük egymást. Nem ismerjük. Testnedvet már cseréltünk. Igen. Nem ismerjük egymást, de ha megnyerem a választást, akkor megígérem magának, hogy én leszek a maga Jóskája. Maga? Mindenben pótolni fogom a Jóskát. Kell hozzá mindenféleképpen egy jó szöveg, kell hozzá egy nagyon szerencsés csillagzat, kellenek hozzá a remek kollégáim, és kell hozzá egy közjegyző a emeletem. Azért gondoltam, hogy az úr aligha tudná pótolni, hogy tudott az malackodni, az úr azt tud malackodni! Így kell a jelölt, hogy csodákra képes a választópolgárnak! Megem nem érdekel a választás! A titok kulcsa Moravec Leventénél van, aki megálmodta ezt a darabot, megírta,
és kiosztotta a szerepeket. Nagyon-nagyon ügyesen és okosan. Azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb mérföldkő, amit meg lehetett lépni a darab létrehozásának érdekében, és hát rengeteg önirónia kell hozzá, humorérzék, és rengeteg szeretet, hogy az ember szeresse ezt a dolgot művelni, a színpadon magát a vígjátékot játszani. Fantasztikusan jó feladat. A darab történetéről már az író rendezőt kérdeztük. Ez egy picit, nagyon picit valós történet, de csak annyiban, hogy van egy nagyon jó barátom, aki itt Pécsett közjegyző, és a kapuban kint van egy tábla, hogy közjegyző az emeleten. Ugye is különböző okiratok miatt jártam és járok hozzá, és már nagyon régen mondom, hogy ez olyan jó darab cím lenne, jó vígjátéknak, közjegyző az emeleten. Szóval miről szólna, mondom, igazából még nem tudom, de maga a cím az remek, és nagyon magasan kell menni hozzá, mire megtaláljuk az emeleten a közjegyzőirodát, és ebből csavartam egyet, hogy mi van akkor, hogyha közte van egy magas földszín, és innentől kezdve az emberek eltévednek, és aki a közjegyzőhöz akar menni, az irodába megy, aki az irodába, az a közjegyzőhöz, és ebből csak egy ilyen adott komikus helyzet generálódik. Lényegében erről szól, és a többi az meg ahhoz el kell jönni, mert ha bármi kicsit is elcsöppentünk a történetből, akkor az már nem olyan izgalmas, mert úgy van fölépítve, hogy a nézőnek magának rá kell jönnie szépen lassan, hogy hogy működik a rendszer, mert az külön szórakozást jelent. Tehát tessék eljönni, majd ide be, és akkor megnézni. Ezt megtehetik például januárban az érdeklődők. További információt a Pécsi 3. Színház honlapján találnak.